Olyannyira világos ez a stratégiai hiátus az ország kellős közepén, hogy nem más, mint Vladimir Putyin jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök mellett állva Moszkvában egy sajtótájékoztatón, hogy a Vénul nevű elkerülő teherforgalmi vasútvonalra ő biztosít két milliárd dollárt, csak csináljuk már meg, mert még, hát ha nem is a holdról, de Moszkvából is látszik, tényleg gigantikus, több emelet magas támfalról beszélünk. Itt ne egy olyan zajvédőfalt képzeljenek el, mint amit most a vasúti megállókban látnak. Itt, itt inkább a kínai nagy falhoz tudnám hasonlítani arányokban. Tehát ez egy gigantikus betonépítmény, ami végérvényesen elvesz több ezer négyzetmétert az zöld területből. Nem halad a dolog, mert nem fizeti ki a tervezőket. Tehát majdnem egy milliárd forint alógnak csak ezen a vonalon a tervezőknek, és egyébként a ilyen vasúti tervezői dologban 4-5 milliárd forint körüli minimum az, ami kifizetetlen számla a kormány részéről. Ez itt az átlátszó podcastje. Jó napot kívánok! Vagy jó estét, vagy jó reggelt, ez attól függ, hogy milyen napszakban tekintik meg adásunkat, ami nem meglepő módon a déli körvasúttal fog foglalkozni. Azért mondom, hogy nem meglepő módon, mert aki látta a Vitézi Dáviddal készült podcast adásunkat, az tudhatja azt, hogy ebbe a témába ott belecsaptunk, és már akkor jeleztem neki, hogy nevesézzük ki, mert erről külön fogunk beszélni, már csak azért is, mert az átlátszó bő terjedelemben foglalkozott a kérdéssel, annak több aspektusával is, egyfelől ugye a déli körvasúttal, a beruházással, a közlekedéssel, az ezzel kapcsolatos problémákkal, illetve ennek az egész felújításnak közlekedési, megoldási kísérletnek szerves részét képezi a déli vasúti összekötő, amelyel szintén bőterjedelemben foglalkoztunk. Egyfelől természetesen érdekel minket a közlekedés, a közlekedési kérdések, ezzel az átlátszó tova tíz éve visszatérően foglalkozik, legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb a különböző környezetvédelmi kérdés minden beruházásnál legyen szó, akár a Fertőtóról, akár a Velencei akár bármi másról, és természetesen így a déli körvasút esetében is ilyen kérdések szép számmal felmerülnek, illetve a harmadik értelemszerűen az átlátszónak a fő profi az, hogy a beruházások mennyire tisztán és költséghatékonyan valósulnak meg az országon ezzel a kapcsolatban is itt elsősor amiről eddig írtunk, az a déli összekötő vasúttal kapcsolatos spontán drágulás volt, de nyilvánvalóan maga az egész déli körvasút fejlesztés is közpénzköltés és uniós forrásköltés szempontjából is értékes a figyelemre. Nos, az átlátszó részéről Zsilák Szilviával vagyunk itt, én Hont András vagyok, a vendégeink pedig ezúttal Tóth Sándor Péter, a Polgárok a Pályán Élhető Környezetért Egyesület rövidítve Popék elnökségi tagja, illetve Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedésért Egyesület rövidítve Veke elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot! Köszöntjük a nézőket! Egyszer azt hiszem, hogy fogok még csinálni egy magyar civil szervezet elnevező generátort, és mérhetetlenül sok pénzt fogok vele keresni. No, beszéljünk mindent megelőzően arról, hogy mi is ez, hol helyezkedik el fizikailag, miért kell ott felújítani, újítani, és úgy egyáltalán kiket érint ez a kérdés. Szilvi? Hát én két éve csöppentem ebbe az ügybe bele, akkor kezdtünk ezzel foglalkozni. Ugye akkoriban csak a kormány sajtó, vagy a kormány részéről kommunikálták ezt a beruházást, és akkor jöttünk rá, hogy azért itt vannak, van ennek az élemnek egy másik oldala is, ami eddig nem került szóba. A beruházásról annyit, hogy az ugye Kelenföld és Soroksár között jönne létre, ott van ugye az általad is említett Dunai híd, ami egyébként kulcsfontosságú ebben a történetben, ugyanis így az országban szinte csak itt megy teherforgalom, nyugat-keleti irányú teherforgalom keresztül a Dunán. Azért is kellett ezt kibővíteni, illetve az egész beruházás összesen talán valami 6 km, de hogy itt sokkal nagyobb jelentőségű pont ezáltal, hogy épül a budapest belgárd vasútvonal, ahol már kínai konténerek fognak, még több, még több kínai konténer fog érkezni. Így igazából így Nyugat-Európába így tud a teherforgalom ezen a rövid szakaszon keresztül eljutni, és ugye ezért is van szükség erre a bővítésre, hogy itt ne legyen kapacitás hiány. Igen, Budapest az, mint megtudtam a már idézett beszélgetésben, valami 11 transnacionális vasútvonalnak a csomópontján fekszik, és számtalan áru és személyforgalom csak itt tud átmenni a Dunán már mondtam is az előző adásban, hogy Torockai Lászlónak javasolni fogom, hogy abban az esetben, ahol találkozunk, akkor elmondom, hogy ha levágja itt ezt a szakaszt, abban az esetben egész Románia leesik Európáról. Más kérdés, az Alföld is, de hát járulékos veszteség. Na, akkor ezen... És kétségtelen, hogy a személyforgalomban is jelentős szerepe van ennek a szakasznak. Azt hiszem, hogy sikerült érzékeltetni a a beruházás komolyságát, tehát hogy miközben jól elröttyögtem magamban ezen, ebből látszik az, hogy itt nem egy valami olyan kérdésről van szó, hogy felújítanak -e egy villamos vonalat, két megálló között valahol a külvárosban, ami nyilvánvalóan az ott lakóknak fontos, ezt sem akarom lebecsülni, hanem itt azért túlmutat a saját magán ez a beruházás számtalan más mindent érint. Először a vekéhez fordulnék, hogy hogy helyezkedik el ez a városi közlekedés szempontjából, sőt az országos közlekedés szempontjából azon túlmenően, hogy a teherforgalommal mi van. Üdvözlöm mind a kedves nézőket! Ugye ez az egyes vasútvonal Dunán átvezető szakasza, ami gyakorlatilag az egyetlen vasútvonal, amióta a Dunaföldvári hídról leszették a vasútforgalmat, azóta Bajánál lehet még átmenni, de az még villamosítva sincs, messze van. Egy olyan brutális nemzetgazdasági és stratégiai hiátus van Magyarországon, ami pont abból áll, hogy ez az egyetlen hely, ahol át lehet menni a Dunán. A, és nem feltétlenül Románia, Bulgária és az Alföld elvágása, de hát ha most e, belemegyünk ilyen NATO és egyéb dolgokba, akkor csak itt lehet átmenni. Ez e, azt is jelenti egyébként, hogyha valami kis üzemzamar. Mármint teherforgalomnak, nem olyan az szállít, 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 Alapvetően ez ég, egy teherforgalmi dolog. Az, hogy mellette még van személyforgalom is, e, az simán elférne az két vágányon is úgy elférne, semmi gond nem lenne, sőt a zajjal sincsen gond, mert a személyvonatok sokkal csendesebbek. Ez az egész műsor, ez a teherforgalomról szól. És született egy olyan döntés, és ez összefügg a, Budapest-Belgrád és a kínai konténerek ügyével, hogy amikor ezt erről tárgyalások folytak, még a kínai fél is azt kérte, hogy ne Budapesten átvezessen ez az útvonal. Kína nem Magyarországra akar eljutni, hanem Nyugat-Európába. Mi itt csak útba vagyunk. Egyébként a másik oldal az EU-nak is mi itt csak útba vagyunk, tehát mindenhol az EU is csak a tranzit útvonalakat finanszírozza. A kínai fél is azt kérte, hogy a délfelől jövő vonatai, azok valahol az ország közepén dobjanak egy balost és irány Bécs. Ők ezt szerették volna, és a magyar kormány volt az, amelyik ragaszkodott ahhoz, hogy a teherforgalmat Budapestre kell zúdítani és itt kell átvinni. Hogy ebben mi volt nekik a ráció, ezt igazából nehéz felfogni, mert egyébként a, a közlekedési döntéseket is mindig az határozza meg, hogy a különböző kedvezményezett építőipari cégeknek mikor, hol, milyen kapacitásuk van, vagy mit szeretnének építeni. Ez itt is így történt de hogy miért jobb egy ennyire kitett és sűrűn beépített helyen áterőszakolni valamit, amikor úgymond a pusztában is lehetne, ezt, erre nincs magyarázat. Olyannyira világos ez a stratégiai hiátus az ország kellős közepén, hogy nem más, mint Vladimir Putyin jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök mellett állva Moszkvában egy sajtótájékoztatón, hogy a, Vénul nevű elkerülő teherforgalmi vasútvonalra. Ő biztosít két milliárd dollárt, csak csináljuk már meg. Mert még hát ha nem is a holdról, de Moszkvából is látszik, hogy hol van a stratégiai probléma Magyarországon a vasúthálózatban, az, hogy ez egy teljesen Budapest központú rendszer, és itt bármi történik, akkor Európa két fele el van vágva egymástól. Na innen jön a kérdés, hogy akkor miért erőltetünk valami olyat, ami nem jó, és egyébként a komplet fuvarozói szakma, tehát az összes szállítmányozó cég, ott könyörög a kormánynak, hogy csináljon már valamit, mert nem tudnak. Tehát Budapest egy olyan bottleneck, egy olyan csomópont, és hiába építünk 40 hidat a akkor sem fog gyorsabban átjutni rajta a Teheráru, mert nem a híd a szűk keresztmetszet, hanem azok a váltókörzetek, amik a Két oldalon vannak, és azok meg nem kerülnek átépítésre. Tehát ez a 350, vagy nem is tudom már hány milliárd 370 forint. 370. Igen, annyi milliárd forint, ez semmilyen gyorsítást nem fog jelenteni a rendszerben. Ez most már valójában semmi másról nem szól, mint arról, hogy a kifizetett előleget azt eltapsolták, és most ezt már minden áron be kell fejezni. És itt vannak olyan részletek még benne, hogy rosszak a tervek, úgyhogy a Vitézi úr itt, itt, azért nyugodtan a csuklás tudományát gyakorolhatja. Az általa elkészített tervek egyszerűen pocsékak, és most már semmi másról nem szól ez az egész, mint hogy példát kell statuálni azokon a helyieken, akik szóvá merték azt tenni, hogy a tervek nem jók. Itt majd nyilván a kolléga elmondja, hogy miért nem jó, milyen tervek nincsenek egymással összhangban. Még az is vitatott, hogy az építési engedély egyáltalán érvényese, de itt most már az izomból való műsor megy, pedig maga a tervező, kivitelező, mert ez itt egybe volt, nagy, nagy kedvenc v cég, meg az emberei ismerték el, hogy a jelenlegi töltésen, ahol most két vágány van, ott három is elférne, mert 12 méter széles a távolság a szabvány szerint 4 méter, pont három vágány elfér. Egy darab fát nem kéne kivágni, nem kellene töltést építeni, nem kellene semmit sem csinálni, egy kicsit át kéne tervezni ezt a munkát, ez 1,9 kilométert érint abból a hadból ez a netces szakasz, de nem hajlandóak megtenni ezt az áttervezést, mert hát én erre csak a dafke tudom alkalmazni, semmilyen épeszű érv nincs amellett, hogy ezt a beruházást miért így csinálják, én most már tényleg csak a dafke meg a bosszú szavakat tudom használni. Jó, szakaszoljunk. Először is nézzük magát a teherforgalmat és az, hogy milyenek miért Budapestnél kell menni, aztán pedig nézzük meg, hogy mi történik a Budapestnél menő vasúti pályával. Ezt nem mondtuk el az idejékben, csak utalások szintjén derülhetett ki, hogy ez egy kétvágányos vasúti vonal jelen van. Az a Helyzet, hogy nagyon sok esetben ész nélkül fejlesztenek Magyarországon vasutat, sok esetben kibővítik kétvágányosra is ott, ahol nem kéne, más esetben, ahol kétvágány van, ott egyébként még egy harmadik vágánynak is kéne venni, az egész önmagában bonyolult, hogy a lakóövezeten keresztül megy, ott meg kell oldani egyéb problémákat, de ez azt érinti, hogy miért Budapesten, de énnek az egy kicsikét én megvédeném magát a, a, beruházást. Ha valaki ránéz Magyarország vasúthálózatára, az látja azt, hogy miért a déli körvosútnál mennek ezeket át hiába? Menne át. Akár Dunaföldváron, akár Délenbajánál mindenképpen ott kell venni egy északi kanyart a vonatoknak, és gyakorlatilag ugyanúgy azokra arra két vasúti útvonalra, az Északira, illetve a Balaton felvidéki menőre kell rámennie, mert egyszerűen nincsenek kelet-nyugati irányba menő, nagy terhelést kibíró vasúti vágányaink. A Vénul az a nyomvonal, amire mostanra jutottak el a tervezők, mert ez is 2011 óta megy ennek is a tervezése, meg hát az ötlet az meg régebbi. Ennek most már kezd azért a nyomvonala alakulgatni, nem, azért nem halad a dolog, mert nem fizeti ki a tervezőket. Tehát majdnem egy milliárd forint alógnak csak ezen a vonalon a tervezőknek, és egyébként a ilyen vasúti tervezői dolgokban 4-5 milliárd forint körüli minimum az, ami kifizetetlen számla a kormány részéről. Tehát most eljutottak oda, hogy nagyjából elfogadható a nyomvonal, ez körülbelül azt jelenti, hogy valahol Dunaujvárosnál lenne a vasúti híd, és Kunszent Miklós Tas Puszta Szabolcs, vár. nagyjából ebben a sávban érdemes ezt elképzelni, meglévő vasútvonalak nyomvonalának a felhasználásával, és ez az útvonal, ha mondjuk akár egy, egy Záhony hegyes halom, vagy egy Békés Csaba hegyes halom, vagy valami ilyesmi tranzit útvonalat nézzük, gyakorlatilag ugyanolyan hosszú, mint Budapesten keresztül. A különbség az, hogy itt nincsenek városok, nem kell állomásokat, megállókat építeni, ahol mindig félre kell állni valami másik vonat elől. Az is az egyik legnagyobb baja a magyar terfuvarozásnak, hogy nem véletlen szállít mindenki kamionnal, és dugítja el az m meg a többit, mert vasúton egy hétig is eltart, mire átmegy az országon egy szállítmány, ami agyrém. Tehát az EU pont azt szeretné finanszírozni, hogy ez gyorsuljon ez az egész. Igen, ]ük. de ehhez kéne valami egészen őrületes beruházás, egyetlen egy. De rend, nem ott. Egyetlen egy rendszerváltást követő kormánynak a számlájára azért trianont ne írjuk, mert ugye pont arról van szó, hogy a nyugatkeleti keleti irányú vasútvonalakat, azokat pont úgy vágták le az ország, hogy ezeket hát, el lehessen használni. Tehát hiába van ott, elő hiába, elő hiába, miatt. hiába van ott vasútvonal, ha mármint... Dunántúlon, ahova valahogy átkerül a teherforgalom bármelyik hídon, egyáltalán nem biztos, hogy azok a vágányok alkalmasak a teherforgalomra. Nekem nem volt... Tényleg... Ezért mondtam azt, hogy a nyomvonalak. Tényleg nem... Igen, csak a... Nem véletlenül mondtam. Nekem nem volt gőzmozdony, sem villanymozdony a jelen az óvodában. Én nem tartozom a, a ilyen jellegű becsípődéssel. Cseresznyem. Nekem házikó volt. Hát akkor ezt is megtudtuk, ennyi volt az átlátszó podcastje. Az... <laughs> Neked mi volt a jelölt? Esernyő. Napocska. <laughs> a a, a v kapcsolatban azért hozzátenném, hogy 2013-ban ígérte meg a kormány, és ott álltak a kínaiak is mellette, meg lehet nézni a sajtótájékoztatókat a videón, hogy nagy teleket. teher Budapestnek a Én. teherforgalom, meg kell szabadítani tőle Budapestet, ezért ők megépítik az úgynevezett v Vénulát, a Budapestet délről elkerülő teherútvonalat, hogy mentesítsék Budapestet, és tettek egy ígéretet, ami már rég lejárt, tehát a V0-nak már léteznie kellene. Sokkal hamarabb ígérték meg, mint a mint a déli körvasutat. Mi, mint a Budapest mi igazából csak el, azt akarjuk, mint van. a kormány, hogy akkor maradjunk. Jó, jó, a jó de, a de ez is Buda, ez, ez, alatt, ez, ez, alatt. Ez, ez, ennek is Budapest alatt, Budapestől délre van a nyomvonala, valahol is nem Duna magasságában. Volt vagy. Tö, öt, volt vagy hat, hat, hat nyomvonalat. Nyomvonala, nyomvonala, igen. igen, és. Szóval azt akartam mondani, hogy hiába van ott. Ez egy, kormány kormányprogram volt, amit valamiért félretettek, és ez egy rossz döntés. Azért, ez egy hibás döntés szerintem kint nagyon ki, hogy ki tudjuk találni, hogy mi miatt tették félre, és akkor ezt a részét zárjuk is le, mert ugye egyik sem, hogy a, oké, hadd mondjam ezt először végig, aztán nézik. Szóval az a, az a, helyzet, hogy hiába van valahol nyomvonal, nekem tényleg nem volt seggőz mozdony, sem jelen az óvodában, de ennek most így valamelyest utána néztem abban az esetben, hogyha felé is újítanak egy pályát, gyakorlatilag ugyanannyiba kerül, mint hogyha egy új vágányt építenének. Már csak azért is, mert abban az esetben, ha bármiféle új műszaki tartalma kérnek, igényelnek, hatóságokhoz fordulnak, akkor abban az esetben már az új szabványok vonatkoznak rá, és akkor onnantól kezdve mindent kell Újjáépíteni ezeken. Ergo, valószínűleg annyi sint kéne a Dunán lefektetni, ez jelentősen megdrágítaná azt, mint hogyha a létező teherforgalmi pályákat használná a kormány. Na, ez az egyik álláspont, igen, ezt így igen. itt elhelyeztem, igen, és akkor hallgatom. 2013-ban az újságok foglalkoztak a Vénó témájával, és az index egy cikkében, ami nagyon. ez még az az index volt. Tehát egy nagyon kidolgozott cikk volt, és kitértek arra, hogy vizsgáltak egy olyan útvonalat is, ez a V0 alternatíva, hogy vágánybővítés Budapest közepén, és akkor ugye elférnek a tehervonatok, de, de ezt így a mellékesen jegyezték meg. És aztán 2015-ben röppentek fel az első hírek a déli körvasút tervezéséről, ahol gyakorlatilag azt a vágányt, ami a Vénul lett volna, azt gyakorlatilag főhozták Budapestre. Tehát lehet azt mondani, hogy a déli körvasút a Vénulnak egyfajta alternatívája, csak rendkívül európaiatlan, egy, egy, egy nagyváros közepén lebetonozni a teherforgalmat és, és, azt, azt megnövelni. És ezért gyakorlatilag a fölé lett később a Vénul, és elkezdték tervezgetni, és a duna átkelést már gyakorlatilag lefixálták, hogy hol lesz. Mi beszéltünk a logisztikai szakma képviselőivel is, és gyűlölik Budapestet logisztikai szempontból. Nekik Én is gyűlölöm a logisztikai szakértőket Budapest szempontból. Igen, tehát szóval nekik, nekik az ugyanolyan teher, mint, mint nekünk az, a, az az évi 51 ezer tehervonat, ami az egyes fővonalon a Hamzsa út házai alatt elmegy. És növe, ez, növekedni fog. És az az EU stratégia értelmében ez legalább 50%-kal meg kell, hogy nőjön 2030-ig. Tehát csak önmagában azért, mert az EU-nak van egy olyan stratégiája, hogy a közútról a vasútra terelje a forgalmat, óriási nagy forgalom növekedés várható, de ez a terv, és amit most meg akarnak építeni sok százmilliárdért, pont nem lesz alkalmas. Ugyanis hiányzik belőle például egy olyan megoldás, amivel önmagában 30%-kal lehetne növelni a kapacitást. Ezt úgy hívják, hogy központi forgalomirányítás. irányítás. Na most vissza. Hát a szoftverrel is lehetne valamit kezdeni. Nem, nem, csak a, a sineken megy a vonat, hanem van ott azért szoftver is. Sőt, általában az szokott lenni a drágább az egészből. Nem a sina drága a vasútba, hanem az ilyen bizber meg egyéb dolgok. Én. Nekem legyen mondva, de egyébként igen, valóban a, a, minden, minden más informatika és egyéb beruházásokat jelentősen drágítják. Ebben is sikerült elmélyednem, mint az elmúlt időszakban, hogy meglehetősen zárt piacról van szó, és ennek következtében az árak azok nem feltétlenül a piacgazdaságot tükrözik. De térjünk vissza a Hamsabégi útra és a déli körvasútra a budapesti szakaszára hány embert érint ez, tehát hány embernek a háza, a közvetlen lakókörnyezete mellett mennek el a tehervonatok? Nehéz ezt úgy meghatározni, hogy csak a közvetlenül érintettségről beszéljünk, hiszen itt egy, egy, egy önkormányzatról is szó van, új Budáról van szó, egy, egy komoly város van szó. A Hamzsabégi sétány egy, egy főutakkal egy sűrű főutakkal körülvett városrésznek a tüdejeként szolgál jelenleg. A közvetlen, közvetlenül talán 6000 családot érint, de rengetegen használják a, a sétányt rekreációs tevékenységre, kutyasétáltatás, kisgyerekes családok, sporttevékenysége. Tehát én több tízezer embert mondanék inkább, de hogyha Újbudát nézzük, akkor gyakorlatilag új Budát feláldozzák azzal, hogy, hogy egy tervosúti koridort csinálnak belőle, és még a városképét is agyon nyomják, legalábbis a látványtervekből ez látszik, mert beszéltünk a tervekről, de igazi terveket nem láttunk még. A látványtervekből viszont látszik, hogy itt hatalmas betontámfal lesz, több emelet magas, rengeteg zöld terület, több ezer négyzetméter zöld terület eltűnik, és több ezer fa is is eltűnik. Ezek a fák mikor lettek elültetve ott? 40-50 évvel ezelőtt is szépen megnőttek, egy, egy egységes lombsátor alakult ki. Tehát a legnagyobb kánikulában is egy jó, jó, jó közeg van ott. Nem véletlenül kérdeztem ezt, mert kertészású sem volt a jelem az ódában, de ebben is valamelyest beleástam magam, mert azt mondják a, a ebben érintett mérnökök, tehát a beruházásban érintett mérnökök, hogy ez a parkosítás ott a Hamzsabégi útnál az eleve egy ilyen ideiglenes megoldás volt kvázi, mert a Hungária körút meghosszabbításának a nyomvonala az eleve ott haladt volna, ahol most a fák vannak, csak ugye a Rákóczi hiddal, meg a akkori tiltakozásokkal, meg minden akkor mással, is az volt, popék csak Így nem. van, csak hogy a Rákóczi híd akkor ott kapott egy egy meredek kanyart balra, és ezért ott megmaradtak a fák. Viszont ezek a több e, e, méter magas falak, ezek nem csupán támfalak, hanem itt arról van szó, hogy fel kell húzni a zajvédőket, mondják ők, e, amelyet viszont nem lehet ebben a városi környezetben máshogy megtenni. Don, riadó helyzet van ezért, ilyenkor néha megszólal, ja, majd érten. visszahívom. Ilyenkor oda kell menni, és oda kell láncolni. A, a. Hát remélem a ez nem az. Értem? De lehet, hogy, hogy Szó hozzá. Szóval Azt mondják, hogy amikor az zajvédő falakat felépítik, azt városi környezetben nem lehet úgy megtenni, mint vidéken, hogy oda megyek, lepakolom a építőanyagot, és akár hónapokig ott van, az folyamatosan oda a forgalmat jelent, nem lehet úgy építeni, hogy ott vannak mögöttük a fák. Azért, hogy a lakók életkörülményei ne romoljanak, azért kell a, a legalábbis az építkezés idejére minimum, de lehet a fákat kivágni. Én ezt elmondtam most, hogy ez az egyik álláspont, nyilvánvalóan mindenki propagandának tekinti a másik érveit. Nem, nem, Ezzel... nem, nem erről van szó, nem, ez egy jól fizetett propaganda, ami folyamatosan megjelenik a, a beruházó médiájában, rengeteg hazugság van benne, és úgy állítanak be úgy állítják be az ajvédőfalat, mintha nem lehetne más megoldás, vagy nem lehetne más fajt az ajvédőfal. Nem mindegy, hogy milyen zajvédőfal. Jó, hát Fald. nézzük akkor ezt. Tehát egyrészt egy hat és fél méteres sávot akarnak a parkból letarolni a töltés mellett, és persze az egész töltést. Ez egy hatalmas veszteség Budapestnek egyébként. Ez a munkagépek felvonulási területe miatt kell, ezt mondják hogy, hogy tudják építeni ezt a, ezt a tényleg gigantikus, több emelet magas támfalról beszélünk. Itt ne egy olyan zajvédőfalt képzeljenek el, mint amit most a vasúti megállókban látnak. Itt, itt, inkább a kínai nagy falhoz tudnám hasonlítani arányokban. Tehát ez egy gigantikus beton építmény, ami végérvényesen elvesz több ezer négyzetmétert az ölt területből, és ha a zajvédőfalról beszélünk, akkor már létezik zajvédőfal a Körülbelül a, másfél kilométer hosszú sétány felénél a, a Szerémi és a, a Fehérvári utak között. Tehát, tehát vannak olyan zajvédőfalak. Az, az elég, elégséges, az ott élők azok úgy gondolják, hogy jó ez úgy adódik a össze, hogy, mellett. Hogy van ez a Nyilván nem modern zajvédőfal most ott, amin vannak sérülések is, persze azt bármikor meg lehetne javítani, de ott vannak a lombok is, amik részben csökkentik a, a vasúti zajt. Tehát nem mindegy, hogy milyen zajvédőfalt húzunk fel, a, a parkra a lakosság úgy tekint, mint kárpótlás a vasúti forgalom miatt. És most a parkot akarják megcsonkítani és szétszabdalni, hogy soha ne legyen olyan, mint volt. És közben a, ugyanúgy a propagandában, amit mond, mondtam, hazudnak egy zöld folyosót, ami gyakorlatilag már létezik, ez a, ez a Hamzsabégi sétány területe maga, és még megy tovább le a Dunáig, az most is elég zöld, persze elférne ott bőven fa, de pont ezt a zöld folyosót akarják letarolni részben, meg megcsonkítani, meg szétszabdalni, hogy aztán később persze mint mézes madzakként elhúztak a lakosság elől egy, egy előtt és az önkormányzat előtt egy parkrendezési tervet, és egy ablakcsere programot, de egyik se megoldás a lakók bajára. Az ablakcsere programra is kitér a bírósági ítélet. Szakértőink is nyilatkoztak. De mint róla, miben tér ki, mit, mit állapít meg a bíróság? Egyrészt a ezek a termóüvegek, most ezt nem a bíróság alapján, nem tudom szó szerint idézni az bírósági ítéletet, de önmagában nem old meg semmit egy ablakcsere program, hiszen ki akar csukott ablak mellett élni, pláne, pláne nyáron, ugye az a zaj miatt van, ez a passzív zajvételem, úgy hívják. Másrészt meg ezek termóüvegek, műanyag, betétekkel, ezeket szokták berakni mindenhova, akkor megszűnik az a mikroszellőzés, tehát egészségtelen, és megszűnik a, a mikroszellőzéssel a, a levegő tisztasága, abból a szempontból is, hogy megjelenik a penész. Nagyon jól tudom, mert nálunk is termóablak van. Sajnos. Régi házakban be szóval a maga egészséges, edésst, nem maga egészséges Nem egészséges Senki és se károsít. Van egy, van egy időhorizont. Ezt a beruházást 5-6 év alatt akarják megcsinálni. Ez azt jelenti, miután ugye a tetején dolgozgatnak, és közben folyamatosan mennie kell a forgalomnak, hiszen Európa két felét köti ez össze. Ezért mindig csak egy kis darabkán tudnak dolgozni. A másik vágányon ott mennie kell a forgalomnak. Ettől drágább lesz az építkezés, és sokkal tovább tart, amitől megint csak drágább lesz. Na most normál esetben, hogyha egy ilyen építkezést tervezek, akkor először megtervezem az elkerülőt, átirányítom oda azt a forgalmat, amit csak tudok, és majd aztán látok neki ennek. Most és aztán mi történik nincs... a beruházás után az elkerülővel? Hát most az elkerülő, ha az a vénul, akkor az ott hasznosul. És már oda tereltem azt a forgalmat, amit nem is akarok Budapesten keresztül vezetni. Mert De hát, hát ha nem nincsen V0, mondani. hanem a vénul helyett hát a déli körús útnak az Akkor, akkor 5-6 évig fog tartani az az építkezés, amit egy-két év alatt is meg lehetne csinálni. Most ezek az emberek 5-6 évig ott fognak a gépek árnyékában élni. Magyar viszonyok Szellőztetni nem tudnak. Tehát tényleg, akinek most egy parkra néz az ablaka, annak ezúttal egy 12 méteres betonfalra fog nézni. Ez nyilvánvalóan nem az, amiért az életét ott elképzelte, és még ráadásul még ezt még tűrnie is kell, hogy még ablakot se tud nyitni. Én azt gondolom, hogy ez, ez olyan szintű értékvesztést jelent mert ilyenkor jön az a mondás, hogy hát akkor el kell onnan menni, mert minek, minek, Meg a vasút volt ott előbb, és a többi. De a jog szerint ez nem így van, egy nagyon súlyos értékvesztés. Én azt gondolom, hogy ha, és hallottam ilyen hangokat, hogy emiatt majd egy pertársaságban beperelnék a, a... Előkészületei vannak egy polgári pernek a lakosok a, a Nagyon súlyos értékvesztést jelent ez a, ez a dolog. Jelenleg 25 os és ez növekedni fog. Na most ezt így felvállalni, amikor van más műszaki megoldás. mondom Nagyon fontos. hogy Nem arról van szó, hogy csak így lehet megcsinálni. Én csak a kérdés az, hogy az a másik műszaki megoldás. A sokkal az... olcsóbb, és pontosan ezért azon nem lehet ennyit keresni maga lehet, ezt a szó le, 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 Lehet, hogy maga a szűkenved beruházás olcsóbb, csak amiket indukál egyéb beruházások, azok meg drágábbak lesznek, hogy nem. lehetnek. Állítja őt. Ez teljesen egyértelmű, hogy háromvágány, háromvágány. Csak az egyikkel ha jár a környezet teljes szétrombolása, a másikkal meg nem. Még a beruházó, beruházás által okozott esetleges károk megvitatása előtt akkor nézzük is magát a beruházót, meg a beruházás Szilvi, mesél egy kicsikét a kivitelezést, hogy hogy zajlik, kik az érintettek, és uh, mi is a folyamat maga? Ezt egész egyszerűen megoldották. Ezt a 340 milliárdos beruházást a Mészárosféle V-hídnak uh, uh, adták oda, mint ő nyerte meg a uh, pályázatot. Uh, itt uh, a közbeszerzést. Uh, Bocsi, uh, hányan tudnák még megnyerni az országban? Hát szerintem már csak ő. Most már, most most már, már. csak ő. Igen. Akkor Egy ekkora beruházás. És ugye azért is kellett itt a kormánynak, államnak felgyorsítani az eseményeket és mondjuk katonai uh, célvá uh, minősíteni ezt a beruházást, mert ugye ezt uniós pénzből tervezik finanszírozni, és uh, őket, uh, és hogy ezt a pénzt meg tudják szerezni, azért el kellett in, uh, indítani ezt a uh, beruházás körben kicsúsznának a határidőkből, illetve ugye ugyanez van az összekötő vasúti hídnál is, hogy uh, ha ott mondjuk két vágányból, ami most már három vágányos lesz, egy úgymond a semmiben megy teherforgalom szempontjából, akkor ezt a pénzt akár vissza is kell nekik fizetni, amit arra megkaptak 36 milliárdos tehát szóval. rengeteg társatóság engedélyére van szükség, és ha valaki ellen érdekelt a beruházásban magában, mint például mondjuk a popék a déli körvasút ilyetén való felújításában, abban az esetben ezek engedélyek majd mindegyikét külön meg lehet támadni. Mi, van, mi ezekkel a helyzet? A környezetvédelmi engedélyt lehet megtámadni. Szinte kizárólagosan csak azt, van-e az építési engedély, nem támadható, mert a környezetvédelmi engedélyen alapulna. Tehát elindul egy eljárás, közbeszerzési eljárás, ahol a, a Beházomnak. Magát a közbeszerzési eljárást is meg lehet támadni, meg lehet támadni még az építési engedélyt is. Más kérdés, hogy ezek bonyolult és mindenféle közik bíróság előtt végződő eljárások, ahol magát a tartalmi részeket köszönhetően egy tíz éve módosított jogszabálynak már nem fogja a bíróság vizsgálni csak az eljárásnak. Próbáltuk, a... de lehetetlen az építési engedélyt támadni. 2019 óta foglalkozunk ezzel, jogászaink vannak, szóval tudom, hogy a, a, a mozgásterünk az a környezetvédelmi engedély körül forog mindig. A közbeszerzési eljáráson egy hatástanulmányt kell beadni a, a kérelmezőnek, a beruházónak, és a, és a hatástanulmány alapján adják ki a környezetvédelmi engedélyt. Ezt meg lehet támadni a bíróságon, miért kétszer meg is tettük, és olyankor a hatástanulmányt vizsgálják ami az engedély alapja. Kétszer sikerült a bíróságon a környezetvédelmi engedélyt semmisé tenni. Az első bírósági ítéletben a bíróság, a fővárosi törvényszék az ítéletben 98 oldalon keresztül sorolja, hogy mi a probléma a beruházással. Rengeteg ilyen pont van, nyilván nem tudunk most ezeken végigmenni, aztán, de, de a fűbeket azért említsük de, de fontos, hogy ebből egy pont is elég ahhoz, hogy a bíróság azt mondja, hogy az engedély semmi is. Igen. Az egyik az az alternatíva vizsgálat hiánya. Eddig sem... Tehát már a harmadik eljáráson vagyunk túl ilyen közbeszerzési, vagyis nem ez a engedélyeztetési eljáráson vagyunk túl, és még mindig nincs alternatíva terv erre a, erre a beruházásra, pedig egy ilyen volumenű beruházásnál ez, ez, ez alap lenne. Ezért mi, mi adtunk egy ilyen alternatíva tervet, tehát nekünk van egy négy pontos kidolgozott alternatíva tervünk, ami nem a déli körvasút ellen van, mi is szeretnénk a déli körvasútat, de egy, egy áttervezéssel. Tehát ha visszatérünk a perre, és, és beszélhetünk később az alternatíva javaslatról, visszatérünk a perre, ott a második pert is megnyertük, és ott szintén megsemmisítették a környezetvédelmi engedély, de előtte még azonnali jogvédelmet is kaptunk, amit az Alperes az ítélő táblához tovább vitt, és az ítélő tábla is jóvá hagyta számunkra az azonnali jogvédelmet. De amikor megszületik az ítélet, és én most a második ítéletről beszélek, akkor ugye az azonnali jogvédelem már nem érvényes, mert mert semmisítették a második környezetvédelmi engedélyt is. Mi viszont nem voltunk elégedettek, bár nyertünk, de nem voltunk elégedettek a második ítélettel, mert azt szerettük volna, ha több semmiségi pontot fogadna el a bíróság, ezért tovább mentünk a kúriához, és a kúria ezt befogadta, és foglalkozik az ügyjel. Közben elindult a harmadik eljárás is a környezetvédelmi engedélyért, és mi bejelentkeztünk ügyférként, és adtunk egy beadványt a Pest megyei, vagy bocsánat, Vár megyei kormányhivatalnak, amiben jeleztük, hogy, hogy én nem zárult le még a második környezetvédelmi engedély ügyesem, a Kúriánál vagyunk, ezért nem tartjuk indokoltnak, hogy egy harmadik környezetvédelmi engedélyért menjen itt a hart, és kértük a, az eljárás felfüggesztését de ezt nem tették meg, sőt, hoztak egy törvényt, már mint nem a kormányhivatal, hanem a kormány, amivel a Keremföld Ferencváros közötti vasúti szakaszt, ami a déli körvasút vonala, honvédelmi rendszerelemmé minősítették. Igen, át. erre szerettem volna kifuttatni, akkor vágjunk ebbe bele, hogy, hogy miként van megkerülve a, a, az eljárások életein való megtámadása. Jelenkülön. Ennek, ennek az volt azok a legalábbis számunkra ez logikusnak látszik, mert az ilyen, ilyen esetben nem lehet azonnali jogvédelmet kérni, és most pont ez a helyzet van. A, a beruházó és a kivitelező mostani magatartása igazolja ezt a gyanunkat, hogy vár, vár, meg kellene várni a bírói döntéseket, nem pedig elkezdeni a kivitelezést és visszafordíthatatlan károkozást tenni a, a területben. Hiszen De ezt is kezdték a kivitelezést? Elkezdték a kivitelezést, igen. Úgy, hogy, hogy nincs engedélyük, jogtalanul csinálják. És akár a, akár a, rá... a Máv területen vannak, akár máshol. Van egy nagyon fontos mondás ezzel kapcsolatban. A kormány Info, Gulyás Gergelynek feltették ezt a kérdést, hogy miért kellett ezt a, ezt a katonás divá minősítést megejteni, és a miniszter úr azt mondta, hogy Magyarországon, a normai, normál, jogszabályok alapján ez a beruházás nem kaphatna engedélyt. Ez így. És az uniós pénzekre hivatkozott. A déli körvasút ugye a kormány katonai célú beruházásra nyilvánította ezt a beruházást, és így figyelmen kívül hagyhatják a bíróság hatályos döntését, hogy milyen katonai célt szolgál a déli körvasút építése. De az környezetvédelmi célokat szolgál. De akkor miért katonai célúvá minősítették? olyan megoldást kellett keresni, ami lehetővé teszi azt, hogy azt a konszenzust, ami a főváros a kormány között ezen a területen fennállt, azaz, hogy a déli körülöslet ezen a nyomvonalon is így megépítjük, azt lehetővé teszi, nem veszítjük el az erre álló Európai Uniós forrásokat, és nem károsítjuk tovább Budapest levegőjét azzal, hogy több, több tízezren ülnek autóba a déli körvasút miatt. Ez jogszerű? Na, nem akkor, mint a Magyarországon cíjel. az, hogy jogszerű vagy sem, ez és minden közigazgatási határozatot meg lehet támadni bíróságon, bizonyára ezt is meg És azért, mert ezt a kormány fontosnak gondolja, ezért inkább gyártottak rá egy jogszabályt. Tehát nem áttervezzük, nem úgy csináljuk meg, hogy az jó legyen az országnak, hanem hozok rá egy törvényt. Ugye ez, ez a híre. És, el, híre, és Egy meglévő ügyről e... van szó, tehát visszamenőlegesen hoztak törvényt. Már egy meglévő ügybe avatkoztak be ezzel, és ráhúzták, és ezért került át a szólnakiakhoz az engedélyeztetési eljárás, akik, akik elég gyorsan megadták a környezetvédelmi engedélyt. Megint csak mondjuk, hogy -e, van szó, hogy ez egy katonai. Eh, eh, Ellátási szállító vonal is egyben, hogy mit tudom én milyen védelmi tervek szerint azt én nem tudom. Az országnak van egy ilyen. És hogy most azt mondják megint a ebben illetékesek, hogy egyébként ezt az útvonalat használják ukrajnai szállításokra. Hát, hogy használják-e, azt nehéz. Már hogy a Ukrajna felől jönnek mondjuk a vonavonatok. Nem, a Ukrajna felé. Felé, fegyvert. Hát, hát fegyvert hivatalosan Magyarország nem látszunk szállít Ez a szartkocsikat. Ezt nem, nem, hát, nem látunk bele a konténerekbe, hogy azok hova hát, mennek. De mert, például a NATO például. vonatok azok mennek például Romániába. Ez teljesen mindennapos dolog, akár csak hadgyakorlatra mászkálnak oda és akkor viszik a felszerelést is magukkal, de ahogy a NATO sok ezer katonát telepít Bulgáriába, Romániába, meg a Baltikumba is, csak azok nem erre mennek, tehát az az irány, az bizonyít, megy át rajtunk. De hát ez mindig is így volt, ezzel az erővel Magyarország szinte összes vasútvonalát Igen. katonainak lehetne minősíteni ez teljesen egyértelmű, ez a gulyás miniszter úr is vallotta, hogy ezt csak azért csinálták, mert egyébként nem tudják megoldani a házi feladatot, és mivel nem is akarnak vele érdemben foglalkozni, ezért inkább ö, ilyen jogalkotássá a, a az egész kormányzást, és azóta jött már még egy újabb. Kettő, kettő még pláne a És érdemes mond csak, róla még, még milyen, közben volt egy ugye, ilyen. Az lex, egyik a igen. Ami elveszi na. a változtatási tilalom lehetőségét az önkormányzattól, hogy kiadjanak ki ilyen változtatási tilalmat, mint ami sorok történt a közelmúltban a hasonló témában és a közútkezelési engedi, engedélyeket is a saját hatás körébe vonja a, a kormány, tehát a beruházó, gyakorlatilag a kormány és a beruházó itt ezekben a kérdésekben ugyanaz, a kivitelező is, így is lehetne, és a MÁV is, mert ezek mindegy egy főnökkel rendelkeznek. Tehát a, a, igen, ez volt a második, a lexpázmány, és a harmadik az egy egészen friss hír, az a vasúti törvény módosítása. Ez a legspázmány az úgy kerül ide, hogy a nyolcadik kerület igen, igen. Igen. kampuszának igen. beruházása is, rádióépülete. Ez e, a háttér. Ilyen igen. probléma, komplex. Én ott, ott lakom nem messze, kénytelen leszek emiatt a törvény miatt tűrni, az, hogy az ablakom alatt fognak elmenni a sittet szállító teherautók éveken keresztül, és ezért semmilyen beleszólásom, vagy kártérítési lehetőség, vagy bármi nem lesz. Tűrnöm kell, hogy ott széttúrják a, a negyedet, hogy egy önkormányzatnak ne lehessen fellépni ilyen ügyben. Hát akkor hoztak inkább egy szabályt. Tehát nem, nem a beruházást tervezték ott se át, hogy kevesebb zajjal, porral, járjon, hogy a helyben lakóknak ne legyen annyira rossz az építkezés, hanem hanem ennyi. Tehát a, a, én kimerem azt mondani, hogy most már a, a jogállamiságnak a látszatára sem adnak. És az nem az első, második, harmadik ilyen törvénykezés, hanem sorozatban A harba, harba, harmadikkal Hozzás. kapcsolatban még, na, még nagyon fontos megemlíteni, az a vasúti törvény, amit elkezdtem mondani, vasúti törvény módosításával kapcsolatban az EKM az Építés és közlekedési minisztérium küldött egy elég fenyegető hangulatú levelet a Karácsony Gergelynek, Ferencváros polgármesterasszonyának, Baranyai Krisztinának és Dr. László Imrének újbuda polgármesterének arról, hogy a vasúti törvény értelmében, pontosabban annak a január 1-től érvénybe lépett módosítása értelmében nem kell a, az önkormányzattól területhasználati engedélyt kérni, ha kiemelt beruházásról van szó, hanem elég csak tájékoztatni az önkormányzatot és benyomulni a területre és, és munkálatokat végezni. Ez alkotmányos jogot sért, ez az úgynevezett tulajdon tulajdonjog. Tehát a, hiába van a tulajdoni lapon ott az önkormányzat neve, az önkormányzattól gyak, gyakorlatilag elvettek mindent. Jó. Ez azt jelenti, ez hogy a kivitelező lebonthatja a kerítést, bemehet, átmehet a buldózerrel a az önkormányzati területen, is azt csinál rajta, amit akar, és ez ellen egy önkormányzat még csak fel sem szólamolhat, kártérítési igénye sem jár. Tehát, széttúrják neki a, a, telkét, is a még az is, azt is tűrni köteles. Egészen elképesztően nyilvánvalóan alkotmányjog. egy alkotmányjog 1.0-as lecke, a tulajdon jognak is vannak korlátai, ugye a kisajátítás, meg a De nem volt kisajátítás. Meg a és a többi, ezek mindenre, ezek a jogintézmények mindenre szolgálnak, az pedig, hogy mondjuk alkotmányosan hogyan állja meg a helyét éppen egy ilyen intézkedés, illetve új törvény, az, az, az még azért Magyarországon sem lefutott meccs. De ott tartottunk, hogy ez a harmadik érem pillanatban, Szilví, te még belecsaptál valamibe, amit itt a, a, a pereknél, kivitelezőnél valahogy elengedtünk egy szálat. Lehet, hogy én sem emlékszem rá. Hát volt szó a túlárazásról, volt szó a, a versenyről. Igen, mert oda akartam ki, ki, kifutatni, ami aztán itt végül elhangzott, hogy ez katonai beruházásnak Igen. minősült, és ennek következtében ezek a fajta engedélyezési eljárások innentől kezdve hirtelen nyilván más helyzetbe kerültek. Nekem akart. még amit tetszik, hogy így éjszaka hozták a kordonokat. Éjszaka hozták a, a kordonokat, alapján. éjszaka hozták ezeket a rendeleteket, min ez ilyen éjszakai kormány. Ez hozzá, az én bioritmusomhoz igazodik, bizonyára ez szokva. És a fapótlás, ez mennyire fog titeket kárpótolni, amit most hangoztatnak, hogy sokkal több igen, fel fognak Igen, őtenni. ez egy nagyon érzékeny pont. A, egyrészt van a töltés területe. A, a, a máv azt 50 éve elhanyagolja, gyönyörű növényzet alakult ki rajta, ami most ingyen és bérmentve biológiai szolgáltatást végez Budapest lakosságána. Mennyi ebből a parlakfű? Nincs, egyáltalán nincs parlakfű, nem szoktam látni. Fák vannak, meg bokrok. A helyzet viszont az, hogy a töltésen nem lehetne semmi. Igen, de a MÁV hát a ezzel nem, a, nem foglalkozott. A és MÁV, MÁVnak kellett karban tartania, Igen. és az is az egyik fő aggája a helyieknek. Biztos sokan látták a, a Ferihegyen a, a vasúti megállóból, a, ott a, a terminál, egyes terminálhoz átmenő ezt a felüljárót. Biztos emlékszenek sokan rá, hogy ez milyen gyönyörűen néz ki hogy ilyen rosdaporral van borítva, és a rásik az eső, és így csurog le róla a rosdalé. A, ezek a polikarbonát ö, műanyag elemek, amik, ö, amikkel ez borítva, nem üveg, hanem műanyag, azok idővel átlátszatlanná válnak. Belül pedig, hát ez mindegy, szóval egy ilyen szauna az egész, a liftek nem működnek, a, stb. Ez a mávkarbantartása. Tehát attól tartanak, teljesen jogosan, és ugye a, a töltésnek a karbantatlansága az elmúlt 40 évben is azt mutatja, hogyha oda épül valami, azt a máv nem fogja karbantartani. Igen, ez az egyik aggály. Az ott meg fog repedni, az ott undorítan fog kinézni, ott fog csorogni rajta a rozsdalé, fölveri a gaz. Tehát annyira szóval a beruházó azt, azt ígéri, hogy amint vége van az építkezésnek, akkor visszatelepít a fák közül, amennyit tud, és ezt viszont a MÁV tartaná karban. Nem, nem, ez önkormányzati területre kerülne. A fa. A fa. Mert a töltésre nem fognak ültetni növényzetet. Szóval nem, az most nem elempi, válaszoltam nem. még nem. a Szilviának, csak uh, teljes választ akartam adni, és az, ezért kezdtem a töltéssel, hogy azt is sajnálom, a töltés növényzetét is sajnálom, személy szerint a klímaváltozás kellős közepén. De ha vi, lenézünk itt a, park, a parkba. A igen, és uh, van egy ígéret, hogy előnevelt fákat fognak 2000-et uh, visszaültetni. Egyrészt a park egy része nem lesz többé. Az végérvényesen le lesz burkolva, mert a betontámfal mellett egy védősávot kell tartani, ahova be tudnak menni gépek karban tartani, tehát valami kereken guruló. Az örökre elvész. Gép, az örökre elvész, tehát, és itt most több ezer négyzetméterről beszélünk. Tehát a sétány megmaradó részére nyilván el fogják ezeket ültetni, ha így fog alakulni, ahogy mondják. És ami meg nem fér el oda, azt meg valahova máshova, és én említettem ott a mol-kampuszos részt, ahol biztos el fognak férni fák. Tehát ez egy, ez egy csalóka ígéret, nem kapja vissza azt a lakosság, ami most volt egy, egy, egy gyönyörű, zöld környezet. Tehát nem egy vegy tiszta park, ami, ami mindenféle tele van bútorokkal zsúfolva, ilyen kert kerti alkotmányokkal, hanem, hanem ez, ez, ez egy, ez egy vadabb fajta a park, a, ami, ami, inkább egy klímát hoz létre az, az emberek. Mikroklímát. Mikroklímát, igen. Jó, végén itt akkor térjünk vissza a pertársaságra. Jaj, bo bocsánat, elnézést, egy nagyon fontos még, ez, még a, a Szilviával kapcsolatban, a kérdésével kapcsolatban, hogy ezek a fák árnyékba lesznek ültetve, egy betontámfal árnyékába, és 40-50 év, mire Megnőnek, ha megnőnek egy ilyen környezetben. És ti egyébként ilyen érdemi egyeztetésen voltatok-e a beruházók? Egy érdemi egyeztetésnek hazudott esemény eseménysorozaton voltunk az összes eseményén, ahol a Tényleg arról volt szó, hogy a beruházás után milyen legyen a környezetrendezés, tehát hova kerüljön a pingpongasztal, mm. vagy Ennyi milyen, milyen funkciók volt ebben. legyen. Ez, ez nem beleszólás volt, csak ötleteltünk. Mm. Azóta erről nem hallottam. Akkor még Én sem. ott voltam, és meg, megbeszéltünk mm. dolgokat, belementem a játékba, de a következő következő ilyen megbeszélésre már teljesen átrajzolták az egészet. Szóval nem tudom, mennyire volt itt nekünk egyáltalán ebbe is beleszólásunk, de a lényegben nem volt. Tehát a pusztítás megtörténte után lenne ez. És erre a környezetrendezésre nincs is pénz. Tehát igazából se garancia. Semmi. Egyszer már el is törölték a Lázár kihúzta az istenet. Aztán most elvileg visszavették. De végül is bármikor dönthetnek úgy, hogy hát azt mégsem csinálják meg. Mert az nem része annak a közbeszerzésnek, amit a kivitelező már elnyert. És még Ez egy sok plusz más helyen rende, nincs De erre, erről nincsen döntés, és nincsen hozzá pénz rendelve. Tehát valójában most a helyi lakosság legfeljebb bízhat a minisztérium ígéretében, abban a minisztériumban, ami eddig folyamatosan átverte őket, és soha semmit nem tartott be. Térjünk vissza a pertársasághoz nevezhetsz annak, hogy hát legyen valami végkicsengése, meg esetleges reményfelkeltés, megvalósul a beruházás. Meg abban az esetben a milyen lehetőség van a érték csökkenés miatti kártérítésekre. Egyelőre semmilyen, csak hogyha indítanak egy pert, és megnyerik a lakók. Ezzel kapcsolatban van egyeztetés? A lakókkal igen. Van egy próbapert indítunk, nem az összes lakóval egyelőre, és hogyha azt megnyerjük, akkor jön még 600 lakó, hogy én is ugyanazt kérem. Milyen jellegű házakat érint a felújítás vagy beruházás? Tehát, hogy milyen... Na, legalább milyen... ötféle ép épülettípus van ott. Van van új lakópark, régi kertes házak, vannak ezek az 50-es, 60-as évekbeli házak, cölöpökön álló házak, még panelek is ö, vannak. Sokféle van. Igen, és repedések vannak. Elég sok. Esetleg még a beruházásról magáról annyit, azt mondta, hogy meg, megvalósul a beruházás. Azért ezt még megkönyveljük. Azt mondtam, el. ha megvalósul a beruházás. Ugyanis ugye az előleg ki lett fizetve, azóta már kamatozott. 101 milliárd? Kamatozott nem is. Há, mióta van, mióta kapták meg azt az előleget? Előleg? Az első, első ítélethozatal napjaiban kapták meg, az 2021-ben volt. Na most. 21, 22, 23 éve kamatozik náluk 101 milliárd forint. Azért abból telik a... Már, már félig magára a jatra is. Na most Engem, a, Igen, az a, 30 milliárd volt, ha valami ilyesmi. De folytatni nem tudják, mert ez csak 101 milliárd. Ez az elő, ez a maximális lehetséges előleg. Mostanában kell beadni, azt hiszem talán épp holnap, holnap van a beadási határidő újra, a F2 nevű program, ez a Connecting Europe Facility nevezetű uniós program, ahova ezt a déli körvasút be akarják adni. Már többször beadták, de mindig vissza lehet dobva azzal, hogy előbb tessék prezentálni az engedélyeket majd akkor. Most ez a katonás dival tudják prezentálni az engedélyeket. De az sem lesz elég, mert abban ebben a programban már csak 100 milliárd forint van körülbelül. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk a, csak a szerződéses értéket nézzük, ezt a 338 milliárdot, akkor van 101, ami magyar költségvetési forrásból megkaptak előre, még körülbelül 100 tudnak ebből a CEF2 projektből szerezni, és akkor mindig rengeteg forrás még hiányzik. Ezt az ICOP Plus nevezetű programból szeretnék megvalósítani, ugye ez a, ez a közlekedési operatív program, éppen tegnap jelentette be a Von der leyen asszony, hogy na, az továbbra is fel van függesztve. Ugye ez, ez már az a 20 milliárd eurós rész, ami, ami teljesen blokkolva van. Hát magáról a CEF-2-ről is, ha most januárba beadják, lehet, hogy májusig nem születik döntés. Ez, sőt, még az is lehet, hogy egyáltalán nem, mert ugye uniós választások már egyáltalán nem biztos, hogy ez az uniós adminisztráció bármiben döntést fog hozni, erre semmilyen befolyása nincs, tulajdonképpen Magyarországnak se nagyon. Az pedig, hogy a, a, a finanszírozás harmadik lába az operatív program, a kohéziós alapból jut-e egyáltalán, vagy fog-e Magyarország kapni, az jelenleg teljes tanácstalanság, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a beruházás így ebben a formában meg fog valósulni, de látszik a hatalmas nagy igyekezet, hogy visszafordíthatatlanná tegyék a dolgot, és szóval bőven meg kellene várni egyébként, hogy lesz -e erre az egészre egyáltalán pénz, és nem kéne addig letarolni a parkot a a az Európai Bizottságnak hivatalos panaszt nyújtottunk be miatt a honvédelmi átminősítés miatt, amihez csatlakozik az önkormányzat is, tehát ő is beadja ugyanezt, úgy értem Új-Buda önkormányzata. Pertársaságban vagyunk most a Új-Buda önkormányzatával a harmadik környezetvédelmi engedély, ellen a alkotmánybírósághoz és az ombudsmanhoz is fordultunk, és az integritás hatósághoz is fordult az önkormányzat, tehát összes, és még mindig tart a kúria pere, tehát összesen hat jogi eljárás van a déli körvasút körüli súlyos jogsértések miatt. Na jó, hát akkor erről be fogunk számolni, hogy mi lesz a hat folyamatban lévő ügyel. Köszönöm szépen. Csak annyit a még mindig hely... meg lehetne tenni, hogy áttervezik ezt a kevesebb, mint kettő kilométeres szakaszt, úgy, hogy az mindenki megelégedésére szolgáljon. Még mindig nem ment el ennek az esélye, de valamiért olyan nyakas a kormányzat, hogy ezt nem akarja megtenni. Pedig én azt gondolom, hogy a helyi lakosság, ahogy megismertem az álláspontjukat, és ahogy a terveket is látjuk, ezek simán összeegyeztethetőek lennének, és mégis inkább a konfrontációt és a bosszút választják, ahelyett, hogy egy technikai, műszaki megoldással ezt az egész ügyet el lehetne varni. És ez nem tudok jelzős szerkezeteket még alkalmazni hozzá, mindenki gondol. Szerintem a jelzős szerkezetek alkalmazása sem feltétlenül a, a eredményes tárgyalásoknak a feltétele, de ez egy szükséges része. No de, akkor ez volt a déli körvasút, jelen pillanatban. Köszönöm szépen Tóth Péternek, illetve Dornár Lajosnak a popék, illetve a veke, ezek betű szavaknak, a, vagy mozaik szavaknak a feloldása az a műsor elején elhangzott, tehát aki csak a végig lát, az tekerjen vissza, ezre ére szándékosan nem fog gálmoni, én egyébként tudom, illetve Zsilák Szilvia kollégám volt vendégem velem itt ma, én pedig Hont András voltam, köszönjük a figyelmüket. Köszönjük. Köszönjük. köszönjük.